Kiállítást rendeztek a Városházán a Magyar vagyok határtalanul című nemzetközi rajzverseny legjobb alkotásaiból. A pályázatot idén is március 15-éhez kapcsolódva hirdették meg, immár 24. alkalommal. A program célja a nemzeti hagyományok és értékek bemutatása volt a képzőművészet eszközeinek használatával. Idén több mint 300 alkotás érkezett, amiből több mint 100-at állítottak ki a polgármesteri hivatal aulájában. A tárlat március végéig látogatható. Színes rajzok a polgármesteri hivatal aulájában. Ezek a 24. alkalommal megrendezett Magyar vagyok határtalanul című rajzverseny legjobbjai. A szervezők olyan alkotásokat vártak iskolásoktól a pályázatra, amelyek a magyarok hagyományait és értékeit mutatják be. Volt, akit a lilafüredi vízesés ihletett meg. Nagyon szeretem a palotaszállót a vízeséssel, és szerintem szép, és ezért rajzoltam le. Más a parlamentet vetette papírra. Sokat szoktam otthon rajzolni, és mindenki mondja, hogy szépen rajzolok. A pályázatra összesen 325 alkotás érkezett, ebből 126-ot állítottak ki a polgármesteri hivatal aulájában. A gyerekek kreatívak voltak és változatos témákat dolgoztak fel, volt, aki például a saját hobbiát rajzolta le. Én néptáncosokat rajzoltam, és azért rajzoltam ezt, mert én is járok külön néptáncra. A rajzpályázatot évek óta meghirdetik a határon túli iskolákban is. Idén 5 iskola több mint 40 alkotást küldött Miskolcra. A rajzpályázat témája nagyon is időszerű. Napjainkban, amikor sajnos rohanó, egyre anyagiasabbá vált világunkban hajlamosak vagyunk elfeledkezni őseinkről, történelmünkről és mindarról a felbecsülhetetlen értékről, amely alapján elmondhatjuk magunkról, hogy a magyar nemzethez tartozunk. A rajzverseny eredményhirdetése minden évben a március 15-i ünnepségsorozatok egyik nyitó rendezvénye. A város jegyzője szerint a munkákat végignézve a fiatalok gondolat és érzelemvilágát ismerheti meg az ember. Borzasztó érdekes egyébként egy ilyen rajzverseny, amikor ezeket a száraz történelmi tényeket kell a gyermekeknek és a fiataloknak a saját szellemiségükkel átfordítani, és a saját kezükkel lerajzolni, hogy valójában mit gondolnak ezekről a történelmi tényekről. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyfajta segítsége is a történelemoktatásnak, hiszen élményszerűvé teszi a történeteket és a történelmeket. A rajzokból álló kiállítást március végéig láthatják az érdeklődők a Városházán.